Polariszok a Dandárhoz 2018-ban érkeztek. A jármű egy teljesen új képességgel ruházta fel a Dandárt, személyszállító képességről beszélünk, illetve légiszállítású úton is meg tudjuk vele közelíteni az adott célterületet. A jármű súlya 875 kg, ez ultrakönnyű manőverezhetőséget és mozgékonyságot tesz lehetővé terepen. A kiképző személyzetnek maga a bevezetése a jármű vezetéséhez, az ugye a Dandáron belül történik, ennek van elméleti és gyakorlati része is, az elméleti részeket azok a tanteremben kapják meg, a gyakorlati részeket pedig kint a szabadban a terepen. A járműben 8 darab omega kapos található körben elhelyezve, ez ugye a légiszállítást hivatott elősegíteni, akár forgószárnyas helikopter függőteherként is tudja szállítani, vagy akár ejtőernyővel is kijuttatható a csapatokhoz. A jármű defektűrő abroncsokkal van ellátva, ez ugye külön légcellákra van lebontva, gyakorlatilag 1 bár az üzemi nyomása, de 0 báron ugyanígy néz ki, és 50 km/h haladást tesz nekünk lehetővé. Egy üzemanyag tankkal 200 km megtételére elég ható távot nyerhetünk, viszont ez bővíthető akár plusz kannák felhelyezésével via kannatartókra, vagy ezek helyett akár pótkerekeket is tudunk vinni, amennyiben azt kívánja meg a feladat. Egy gázrugós felfüggesztéssel ellátott maga a jármű, ezek FOX gátlók, ez 16 fokozatban állíthatóak a feladathoz és a terheléshez, így gyakorlatilag minden terepen tudunk közlekedni maximum 100 km/h. Maga a motor egyébként egy 875 köbcentis négyütemű kéthengeres ikerdugattyús szívó benzines farmotorról beszélgetünk vízhűtéssel. Ez 88 lóerő jelen kivitelében, állandó hátsó kerékhajtás, ugye a farmotor révén is kapcsolható összkerékhajtással is rendelkezik. A jármű elől egy bentről vezérelhető infravetővel van ellátva, ezzel gyakorlatilag éjszaka infrafényt bocsájthatunk ki, melyet éjjellátóval tudnak érzékelni. Található rajta egy 1 tonna teherbírású csörlő, mivel a jármű súlya 875 kg körül alakul, ezzel gyakorlatilag bárhonnan ki tudja húzni saját magát. Ez belülről vezérelhető, vagy akár egy kivezetés segítségével kívülről is vezérelhető, amennyiben azt kívánja meg a terep és a feladat. Található még belül egy blackout gomb, ennek gyakorlatilag a felkapcsolásával minden kényelmi és funkcionális világítást lekapcsol a járművön, tehát éjszaka gyakorlatilag hallótávolságon kívül képesek vagyunk vele lopakodni is. Maga a jármű belső utastere az variálható a feladatnak megfelelően. Jelen kivitelben a legutilisebb verzió, ez egy 4 személy plusz anyagok szállítására alkalmas kialakítás, de ez meghosszabbítható hátrafelé a bukókeret és 2 hátrafelé néző ülés felhelyezésével akár egyszerre 6 katona szállítható, vagy ha lenyitják a hátulját és ugyanígy meghosszabbítják a bukókeretet, akkor 2 párhuzamos szabvány hordágy felhelyezésével akár 4 katona és 2 sebesült is szállítható egyszerre egy időben. Tehát gyakorlatilag könnyű kutatómentő feladatok ellátására is alkalmas. A jármű gázló mélysége az 1 méter, tehát gyakorlatilag innen, amíg maga a váltómű, illetve a másik oldalt a motor nem szív magának vizet, addig gyakorlatilag képes a víz alatt is haladni. Gyorsoldású bukókerettel van ellátva, mely a légiszállításnál jelent nekünk előnyt, ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt oldható az egész bukókeret, és egy sokkal kisebb, bepalettázott méretre összecsukható maga a jármű. A 4 pontos gyorsoldású biztonsági övekkel van ellátva, ez gyakorlatilag a biztonságos haladást és a gyors deszantolást teszi nekünk lehetővé, melyeket egy mozdulattal lehet oldani. Mondtam, hogy vagány.
Egy fokozatmentes automata variátor szíjas CVT váltóval van szerelve, mely gyakorlatilag egy erősebb rovogó váltó elvén működik, illetve egy felezővel is el van látva, szintén a terepadottságok elősegítése érdekében. Belülről elektromosan vezérelhető egy gomb segítségével a hajtás, ugye farmotor révén állandó hátsó kerékhajtásról beszélhetünk, és kapcsolható összkerékhajtással a terepadottságok elősegítése érdekében. Vezetési élménye valahol egy nagyon könnyű versenyautó és egy terepjárásra alkalmas jármű között helyezkedik el. Szeretjük használni, élvezetes, maga a vezetés, illetve egy nagyon hasznos képességet és funkciót lát el.